Az örömteli életért közhasznú alapítvány missziójának tekinti, hogy segítséget nyújtson a szadai lakosság lelki és testi egészségének megőrzésében. Simon Erikával, a kuratórium elnökével beszélgettünk az alapítvány működéséről, céljairól és a közelgő ingyenes elsősegélytanfolyamról. Az alapítvány 2005-ben jött létre. A kerete lett ilyen vágyaknak, meg álmoknak, amivel elindultunk olyan irányba, hogy valahogy segíteni a szadai lakosságot. A legelső programunk az egy párkapcsolati tréning volt. Mindig az áll az alapítvány tevékenysége mögött, hogy vannak ilyen ötletek, programok, jó szakemberek, akikkel találkozunk, és szeretnénk elérhetővé tenni azokat a dolgokat, amiket ők tudnak nyújtani az embereknek. A meghatározója az alapítvány működésének, hogy mindig igyekszünk forrást is szerezni ezekre a dolgokra, pont azért, hogy mindenki számára elérhető legyen. Tehát, hogy például egy asszertivitás tréning, aminek azért elég komoly ára van a piacon, elérhető legyen olyanoknak is, akik éppen munkanélkül vannak, vagy egy gyógyszertári asszisztensnek, vagy a gyerekeit egyedül nevelő szülőknek, és jellemzően pályázati forrásokkal, vagy más módon ilyen egyedi együttműködésekkel igyekszünk megoldani azt, hogy ezt bárki számára tudjuk nyújtani. Az elsősegély oktatás rejtelmeibe is beavatott az elnöknő, amely elsősorban a felnőtteknek van meghirdetve, de természetesen a fiatalabb korosztály számára is díjmentesen elérhető. Amit most tervezünk, az egy elsősegélynyújtás oktatás lesz. 3 júniusi szombat délelőttön kerül rá sor, itt a Faluházban, Szadán, 10:30-tól 11:30-ig. Gyakorlatilag ez egy 3 alkalmas oktatás. Annak érdekében, hogy annak is hasznos legyen, aki csak egy-egy alkalomra tud eljönni, úgy fogjuk felépíteni, hogy különállóan is megállják a helyüket az alkalmak, de mindenképpen minél több alkalman tud valaki részt venni, annál többet tud belőle profitálni. Kik vehetnek ezen részt? Bárki. Ezt most felnőtt csoportként indítjuk, de nagyon fontosnak tartanám megjegyezni, hogy maguk ezek az elsősegély nyújtási ismeretek olyan mértékben elsajátíthatóak, hogy például a gyerekek is alkalmasak arra, hogy egy felnőttet akár gond nélkül stabil oldalfekvésbe tegyenek egy olyan helyzetben, amikor erre van szükség. Ők is képesek megtanulni, hogy kell egyes helyzetekben reagálni. A lényege ezeknek az oktatásoknak az lenne, hogy pontosan azok, akiknek nincs benne a mindennapjukban az elsősegélynyújtás, nem találkoznak vele, vagy esetleg 10-15-20 éve találkoztak a jogosítvány szerzéskor, kapjanak egy kis felfrissítést, gyakorlási lehetőséget, hogyha olyan helyzet van, amikor elsősegélyt kell hirtelen nyújtani, legyen merszük ezt megtenni, tehát nem is csak az, hogy rutinosak legyenek, hanem inkább az, hogy legyen meg az a fajta bátorság, ami ahhoz kell, hogy tudjanak cselekedni. Simon Erika lányánál már megvan ez a bátorság. Remekül mutatja be a program oktatóján, Siket Zoltánon a stabil oldalfekvés pozícióját. Zoltán egyébként mentőtiszt, így vészhelyzetben testközelből tapasztalja az emberek rátermettségét. A bajba jutott embernek, segítőknek nagyon gyorsan telik az idő. Ők úgy érzékelik az időt, hogy pillanatok telnek el, illetve több perc telik el, mire megérkezik a mentő, és néhány pillanat az ő életükbe. Egyébként úgy gondolom, hogy nem sok ember tud igen hatékonyan elsősegélyt nyújtani. Ennek az oka nem annak tudható be, hogy nem akarnak, hanem az, hogy nem tudnak igazán. A magyar egészségügyben, illetve úgy van, hogy a jogosítvány szerzéshez kötik az elsősegélynyújtás vizsgát, ez az, ami törvényesen meg van határozva, ez egyszeri alkalom. Tehát aki 1972-ben szerzett jogosítványt, az máig is azt tudja, amit akkor tanult, nyilván ez is változik, és ha soha nem gyakorolta ezt a tevékenységet, akkor nem fogja tudni, hogy mit kell csinálni. Ahhoz, hogy a kedves néző felfrissítse tudását, és hogy a rendkívül hasznos programon részt vegyen, már csak jelentkeznie kell. A júniusi tanfolyamra telefonon és e-mailben is lehet jelentkezni. Az e-mail cím a
simon.e.szadakukac@gmail.com, a telefonszám pedig a 20-as 886-3616. És nagyon sok szeretettel várjuk a jelentkezéseket.